78 éves korában meghalt Van Cliburn, amerikai zongoraművész. Hosszú éveken át küzdött a csontrákkal, de végül alul maradt a harcban. 5 évtizeden át nemzetközi legenda volt, nagy emberbarát és ragyogó muzsikus, akinek fénye rendkívüli öröksége révén továbbra is világítani fog, ezt mondta róla a művész szóvivője. Liszt Mephisto keringőjét játssza ezen az archív felvételen Van Cliburn, amerikai zongoraművész. Nevét akkor vette szárnyára a világhír, amikor 1958-ban, 23 évesen, lefőzve a szovjet zongorista zseniket, megnyerte az első moszkvai Csajkovszki versenyt. Győzelme hozzájárult a kelet-nyugati hidegháború oldódásához, és olyan szédítő karrierhez segítette, melynek eredményeként szinte rockstárként kezelték. Valóságos amerikai nemzeti hősként, konfettis parádéval ünnepelték a New York-i Broadway-n, amire nem volt példa a zongoraművész esetében. Nem sokára már a világ 17 legkiválóbb zenekara szerződtette őt 45 hangversenyre, és szinte mindenütt fellépett Amerikában is. Van Cliburn 3 évesen kezdett zongorázni tanulni édesanyjától, aki hosszú időn át egyetlen tanára volt. Zenei csoda gyerekként 1947-ben állami díjjal tüntették ki Texasban, zenekarokkal lépett fel, és ösztöndíjat kapott a híres New York-i Juilliard zeneiskolába. Kevés igazán nagy művész van, akiről még életében zenei versenyt neveznek el. Van Cliburn ezen kevesek közé tartozott.